Kezdjük csókolom, jó napot kívánok, kértem értezni. Köszönjük, hogy segíteni próbál, foglaljunk. Köszönöm. Magyar Zoltán baktalúrendházi lakos érkezett a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetének hívószavára a helyi művelődési házba azért, hogy vérét adja. 18 éves korától, amikor elkezdte a sorkatonai szolgálatot, rendszeresen segít embertársain. Eddig 37 alkalommal vett részt regisztrált véradáson. A rendszeres véradást azért tartom fontosnak, mert tudomásom szerint egy véradással 3 ember életét tudjuk megmenteni, és így próbálok segíteni az embereknek, hogyha már másképp nem tudok. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete rendszeresen szervez véradásokat. A közelmúltban Kisvárdán, Vásárosnaményban és Baktalúrendházán fogadták a segítő szándékú donorokat. A különböző megbetegedések miatt azonban a vártnál kevesebben jelentek meg az egészségügyi szakemberek előtt. 40 főre számítottunk, ez szokott lenni a szokásos megjelenési forma. A helyi önkéntes segítőnk a védőnő jelzése alapján értesültünk már korán reggel arról, hogy nagyon sok a helyben lakóknál a megbetegedés, különböző influenza jellegű megfázásos megbetegedések, és ennek megfelelően alakult a létszám, sajnos nem érjük el a tervezett létszámot, jelenleg olyan 27 fő, aki eddig megjelent. Vérével segíthet minden olyan állampolgár, aki egészséges, több mint 50 kiló és betöltötte 18. életévét. A szervezett véradásokon igazolnia kell magát személyi okmányaival, majd egy kérdőív kitöltése után rutinvizsgálaton kell megfelelni. Ha minden rendben van, az egészségügyi szakemberek körülbelül 10 perc alatt leveszik a donor vérét, amely a teljes vérkészlet 8-10%-át jelenti. Ezt követően a donoroknak célszerű enni és inni, hogy pótolják a kiesett vérmennyiségét. Aki segíteni szeretne, megnézheti a véradások időpontját a véradás.hu oldalon, vagy a Véradás Vöröskereszt nevű ingyenesen letölthető mobil alkalmazáson keresztül. Véradásra az Országos Vérellátó Szolgálat intézményeiben is van lehetőség, ezek listája a www.ovs.hu oldalon látható.